Üdvözlet itt, hölgyeim és uraim! Ez most egy picit idegen lehet nektek. Amikor az előző részt befejeztem, akkor valahol itt áldogáltunk, nem tudom. És egy picit tovább jöttem. Igen, arra ment a sereg, arra ment a nagy 2000 fő sereg. Látjátok, jó helyre mutatok? Így látjátok jobban. Tudjátok, össze is megyek inkább. Inni. Szóval arra felé elment a 2000 fő sereg, és ezt ugye, ezt a várost, ezt visszafoglalták tőlünk. Na most általánosságba véve egy 50 főt, ha beleraknak a város védésébe, és én gondoltam, hogy a fenébe is ne jöjjek ide és foglaljam, mennyi idővel ezelőtt mentek. Most miért ilyen? És miért nem mutatod? Itt mutatja, oké. 10 órával ezelőtt. Van ott egy ostrom arra felé. Most nem látszik, mert szerintem távolabb van. De van egy városuk, Szargot városa itt ostrom alatt van. És azért mentek arra. Na. Mi viszont akkor itt szeretnénk ilyeneket készítgetni. Így tüzes katapultok. Kíváncsi leszek, még azt hiszem nem láthattuk ténylegesen őket ütközetben. Ó, mondjuk valószínűleg a kapuk azok be vannak verve, és ostromfelszerelést se nagyon készítenek. Szóval voltaképpen szerintem be is ronthatnánk, az kész. Nem, a falnak van élete. A kapu viszont nyitva van. Látjátok? Én amondó vagyok, hogy a kapu be van ütve. Mindegy, azért megvárunk egy-két katapultot. Most végre elkezdtek építeni. Érdekes. Ellenben nagyon lassan építkeznek. Gondolom a katonai mennyiségük miatt is. Hű, mennyit sebzést okozott neki. Meg is semmisítette. Jó, na figyeljetek. Szélostromlom őket, aztán utána majd a csatában jelentkezem. Időközben rájöttem, hogy igazából ezt lejátszhattuk volna automatikusan is, de most már mindegy. Legalább megnézhetjük ezeket a kis katapultjainkat, hogy hogyan működik ez a tüzes dolguk. Valószínűleg ez egy gyors és egyszerű ütközet lesz, majd én is elindulok befele, azt akkor meggyorsítjuk. Ja, ilyen tüzes dolgokkal dobálóznak. Mint a benti katapultok is. Aha, ilyen robbanós tüzes cuccokat. Mert eddig ilyen köveket dobáltak. Hol van beütve a kapu? Itt például. Hát ez nekünk tökéletes, akkor mi itt egy szépen fogjuk, az be is megyünk. Nem feltétlenül kellene néznem egyébként, a kontrollal is le tudtam volna szállni, de ez vagyok hozzászokva. Oké. Még egy. Hol van ilyen? Ez meghalt. Ott vannak néhány. Ups. Vannak néhányan. Nyelőnek nyilvesszővel. Jó, meg leszünk, ez gyorsan megvan ez. Egyébként arról akartam veletek beszélni, hogy nekem jobban tetszettek a régi csapatok. Ó, az szép fejes lehetett volna. Szerencsétlen. Szóval igen. Szerintem, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, írjátok le a komment szekcióban, hogy mit gondoltok ti erről. Szerintem jobban néztek ki a régi csapatok. Az a Warbandban lévő katonatípusok. Itt is vannak, akik tetszenek, de inkább itt a frakció szintű, a királyság szintű emberekre gondolok. Tehát, hogy én szerintem, de a Warbandon nagyon sokat játszottam gyerekként, szóval lehetséges, hogy ez ilyen, tudjátok, nosztalgia, meg gyermekként ilyen dolgokra emlékszem. Én szerintem jobban így különült, el voltak különülve a népek. Ugye most van három birodalmunk történet alapon, szóval az úgy
Az úgy érdekes kérdés, ugye ők pont egyformák, de régebben a sivatagi név szerintem ők nagyon erős íjászaik voltak, az volt az egyfajta ilyen egyediségük, meg alapból a sivatagi ruházatuk az nagyon egyedi volt. A Battaniához hasonló nép az nagyon erős páncélzattal rendelkezett, itt nem érzékelem ugyanezt. Vlandia ott szintén nagyon erős lovassága volt, de ilyen lovagi lovasság, akkor a Sztyeppe nép az nagyon erős volt lovasi íjászokkal. Szóval értitek, így ilyenekre gondolok, de aztán lehet, hogy tévedek, írjátok le ti is, hogy mit gondoltok. Én szerintem a Warbandban jobban össze voltak rakva, jobban el voltak különölve a katonatípusok a különböző királyságok között, és nekem az jobban tetszett. Itt elfoglaltak egy erődöt is? Igen, de azt szerintem most ostromolni fogják ott a... Aha, most elkezdték ostromolni. Ide rakjak be katonákat? Ide azért be kéne rakni valamennyi katonát, nem? Az a baj, ha most én ide berakosgatok, úgyis ide jönnek elfoglalni. Talán valami nagyon minimális mennyiségű két lúter tessék, hát az engem pont nem érdekel. Battanél volunteer. Jó, tudjátok mit, így ezeket a kis katonákat így... Így berakjuk, aztán ennyi. Így 40 fő, hát annyi a mondó vagyok, elég lesz. Itt még fel is vehetnénk még katonákat is. Igazából tudjátok mit? Vegyünk fel, mert bőven tudnánk több katonát ellátni. Nem tudom, hogy fogjuk megállítani ezt a vlandiai sereget. 6450-et kéne fizetnünk. El kéne vernünk egyszer őket egy csatába, de úgy, hogy van 2000 katonájuk, az úgy nem fog működni. Az úgy nagyon nem fog működni, és nem tudom, hogy tudnánk berikán. Lehet szét kéne szednem a csapatainkat. Mert ő most 4,6-tal megy, mi 4,5-tel, mondjuk vannak fogjaink. Owner of Carbanchet. Na ezt kinek adjuk oda? Neked van-e területed? Van területed. Neked van-e területed? Van területed, viszont egy kastélyod van. Neki két kastélya van, neki Utheim kastélya, két kastély, neki adjuk. Mert neki csak egy kastélya van. Lehet azt kéne csinálnunk, hogy feloszlatom ezt a sereget, és saját magam megyek a csapataimmal, tudjátok, ide-oda, és akkor daráljuk le az ellenségeinket, hogy utolérjem őket, mert az a probléma, hogy nem érjük utol őket. Tehát nagyon lassan haladunk, ahonnan így be akartam ide jönni. Ők például 3,1, bár az erdőben 3,4, őket elkapjuk. Őket pont elkapjuk, ez teljesen jó. Sőt, valószínűleg... Na, érd meg utol. Rajta csücsülünk. Oh. Melyik terület? Carbanchet. Most ostromoltalak be? Hát ez hogy létezik, srác? Most ostromoltalak le? Ezt meg miért nem fogjuk már el? Na mindegy, téged elverünk, igen. Küldjük a katonaságot. Ne szórakozzunk velük. Azon gondolkodom, van értelme visszafoglalnunk? Nem feltétlenül. Mert azzal, hogy nem ők vették el, azzal nem változott úgymond az egyensúly köztünk. Értitek, nem vertek el minket egy ostromban, meg vettek el egy újabb várost. Az, hogy egy kevesebb városunk van, az most nem olyan probléma. Látjátok, mindkét oldal ott van, hogy ezt a várost foglaltuk el, de egyikünk se foglalt el úgymond, hogy most ők utoljára. 5222-t kéne fizetnünk nekik. Jó lenne a Vlandiával kibékezni. Azt szeretném, hogy lehet, hogy megvárjuk, hogy mennyien vannak és hol. Illetve, jöttök, ha már bejöttünk ide. Ú, ennyi foglyom van tőlük, az szép. Nem, pont fordítva. Egy-ketten nagyon írtátok, hogy gyilkoljam ki őket. Azzal gyengítenénk a vlandiai birodalmat, igen, rendesen. Csak az a baj, attól félek, hogyha előbb vagy utóbb azt szeretnénk, tudjátok, hogy világhatalom, akkor ha megölök bárkit is, azzal nagyon-nagyon gyengítjük az esélyeit, hogy összehozzunk egy ilyen világhatalmat.
Hát rányomhattam volna, hogy minden menjen át. Látni akarom, hogy hol van a nagy seregük. Hogy mekkora sereggel vannak. Most az lesz a jó, hogyha itt a birodalom sikerül elfoglalniuk területet, akkor technikailag nem vagyunk nagyon ott van baloldalt, még egy erődünk. Akkor mégiscsak határosak vagyunk velük. Azt el tudjuk foglalni ezt az erődöt? Ezt el tudnánk foglalni, ez tök jó lenne. 410-en vannak itt, ez tök jó. És már ostromolják is. 200 hő. Ezt el tudjuk még foglalni. Az a baj, nincs vlandiai vezérünk, nem? Tehát birodalmi vezéreink vannak. Birodalmi területeket kéne elfoglalnunk. Ó, meg gyűjtenem kéne vezéreket. Lehet tartunk majd egy élőadást valamikor abból, hogy semmi más nem csinálok, srácok, csak beszélgetek veletek, és vezéreket gyűjtök. Annyira végtelenül unalmas vazalusokat gyűjtögetni. Kegyetlenül, elképesztő mód. Már azon is gondolkoztam, hogy valamilyen úton, módon egyszerűen csalok a játékban, hogy vezéreket gyűjtsek. Nem tudom, kapcsolatot javító csalást nyomok be, vagy valami hasonlókat, nem tudom. A lényeg az, hogy tudjátok, ne kelljen. Sőt, ezeket még cancel-ed. Hopp, ott valami. Ja jó, az csak az árnyék, jó. Kezdtem megijedni, hogy egy sereg árnyéka. Hogy ne kelljen ennyire, tudjátok, körbe-körbe menegetni, és akkor elhúzni vazallusokat, mert... Meg arra is figyelni ezt a kultúrás dolgot. Esküszöm, ránézek. Tudjátok, ránézek. Ránézek, hogy van-e olyan mód, amivel kiveszitek ezt a kulturális hülyeséget. Meguntam. Elkezdem módolni a Bannerlordot. Ha van ilyen mód, akkor be fog kerülni a következő rész utáni résztől. Halljátok, mire jöttem rá? Lehet, hogy erre van egy megoldás. Van egy olyan törvény, ami ezt módosítja. Nem, biztos, hogy nem. Nem. Melyik lehet? Menjünk lejjebb itt. Nem. Ez végül is nagyjából, de nem ez az. Ez volt az. Várjatok, rá kell néznem újra. Mi a neve? Pass forgiveness of debts and tribunes. Tribunes of the people. Ja, nem, ez a kettő. Aha. Szóval 5%-kal kevesebbet termelnek, 5%-kal kevesebbet adóznak, viszont a lojalitás az nem lesz onnantól kezdve probléma. Tehát pont 3 lojalitást kapunk, mint így a kettőnek az együtteséből. Annyi lesz, hogy a tanácsom ellen kell majd mennünk. Mondjuk ettől függetlenül még mindig gondolkozom, hogy lehet, hogy ez móddal jobb lenne, mert bár végül is figyeljetek, technikailag, ha nagyon szeretném úgy, hogy módolatlanul a játékot játszani, és egyszer végigvinni rendesen, akkor ez végül is megoldja azt, hogy legalább, értitek, nem móddal oldjam meg. Tehát, hogy van a módolásban, amikor egy játékmechanikát kimódolsz egy olyan érzetem, nem feltétlenül valós dolog ez, hogy mindenkinek így kéne érezze magát, de én egy kicsit úgy érzem, hogyha valamit kimódolsz a játékból, ami nem csak kényelmetlen játékmechanika, hogy mit tudom én, két kattintás helyett egy kattintással nyomsz az igenre, hanem ilyen játékmechanikai változtatás, akkor úgy érzem, hogy egy picit csalok. Egy picikét. Szóval, hogyha meg tudjuk oldani ezekkel a törvényekkel, akkor oldjuk meg ezekkel a törvényekkel. Tudom, hogy az 5% adó az... Ez tök jó lenne, hogyha nem veszne el. Oda nézzetek, mennyien összegyűltek itt. Még egy csapatot összehúznak, aztán már akár versenyképesek is ellenünk. De értitek, szeretném megtartani azt, hogy lehetőség szerint módolás nélkül... Hello boys! Csókolom! Hát szedjétek a cókmót, nem! Cókmókotokat, azt távozzunk innen, de nagyon gyorsan. Az a csapat ne érjen utol minket először, vagy forduljunk rájuk? Nem, a vlandiai sereg az erős, nem vállalok ekkora számkülönbséget se. Na, menjen már el onnan az a vörös negatívum. Gyerünk már, Sipirc, yes!
nem érjük utolét se. Őket mondjuk utolérjük meglepő módon. Ti miért mentek ilyen lassan? Hát ez így jártatok. Ez megmondom őszintén, így jártatok. Mennyire erős a seregük vajon? Tudjátok mit? Nyomjuk le! Hát most mentek egyet, maximum visszatöltöm. Szeretem az ilyen ütközeteket lejátszani. Nem fix győzelem. Azért behozták még azt a plusz 100 főt, amelyik ott jött. Most már így egyenlő eséllyel harcolunk. Azt a plusz 100 főt azt lehet nem kellett volna, hogy hagyjam, hogy ránk jöjjenek. Viszont végeredményében mi vagyunk a védekező parti. Na hát figyeljetek, akkor azt hiszem használjuk a jól bevált taktikákat. Úgy is fogadjunk, van egy csomó lovasuk. Azt mondjuk, hogy ez a csapatunk. Ha. Micsoda beállás, csak az IS-eink nem fognak megint kerülni. Ez mondjuk jól néz ki itt. Ez jól néz ki, tudjátok mit? Shield wall-ba raktuk őket, IS-ok ide. Hát nekik egy picit nehezebb dolguk lesz, azt kell mondjam. Igen, így már nem is rakja olyan szépen. Na, így egybe vagyunk. Hát az IS-eink az így nem fog jól teljesíteni. Ezt valahogy jobban is meg lehetne csinálni. Mondjuk erre az oldalra esetleg. Ide. Ide nem tudnak rámenni. Azt hiszem, ide nem tudunk rámenni. Igen, ez nagyon úgy néz ki nekem, mintha nem tudnának rámenni. Kicsit szélesebben. Miért húzod ki így őket? Shield wall-ba vannak. Ez clearly nem shield wall. Bro. Értem én. Tehát az IS-okat, igen, azokat beraktuk így. Az se rossz. Igen, ezt a fajta hozzáállásotokat se értem. Jaj. Jó. Tudod mit? Teljesen jó. Nem mondó vagyok, hogy abszolút perfect. Ide meg a lovasságunkat idejezzük. Csak valahogy nem tudom, így nézzenek. Égyné. A mondó vagyok, jók vagyunk. Az így, a lovasok maradjanak ott. Kicsit mozognak az embereim. Nem tudom, hogy miért helyezkednek. Ne helyezkedjetek. Gyalogságot akarom jobban behelyezni, mert nagyon furán módon állnak. Soldiers! Forward! Oké, ez így talán jó lesz. Troops! Line formation! Form a shield wall! Az a lovas bejött. Az valószínűleg meg fog halni, még ha én nem ütöm le akkor is. Igen. Igen, ezt mondtam. 228 lovasa van. Igen, kicsit a lovasság különbségek azért megvannak. De miért így állítod be az embereimet? Én annyira nem tudom megérteni, miért így? Miért ilyen formába jelzi? Tehát, hogy nem abban a formációban vagytok. Nagyon jó ez a rendszer. Nagyon tetszik, szerintem nagyon jól megcsinálták, csak bugos, vagy nem tudom, hogy miért csinálja ezt, de látjátok, hogy ilyeneket csinál. Megnézem a lovasságot, arrébb tudom-e küldeni, hogy esetleg hátulról támadják őket. Kíváncsi vagyok, hogy reagál az ő lovasságukra. Az egész lovasságuk szét van úzva. Viszont legalább az íjászaink azok szórnak ezerrel. Engage-eljünk. Kicsit előrébb megyünk. Forward!
Nem. Lovasság. Lovasságot egészen mögéjük akarom vinni. Oké, hogy állítom meg őket? Stop! Úgy! Jó. Lovasság megy hátulról, valószínűleg az íjászaikat le fogjuk szedni. Annyira sok lovasuk van, hogy a mi íjászaink is valószínűleg, és a gyalogságunk is meg fogja járni. Az a mi társunk, az a halott lovas volt. Lovasunk, azok beérkeztek, ott csapják az íjászaikat. Itt a létszámkülönbség igencsak ellenünk játszik. Mondjuk a gyalogságom nem tudom mennyire tartja magát. Egész jól, azt kell mondjam. A lovasaik nagyon nem tudnak mit kezdeni ebben a pozícióban. Azt nézem, hogy annyira össze-vissza mászkálnak. Tehát nem azt látom, hogy az embereinken állnak rajta, hanem egyszerűen nem tudnak mit kezdeni. A mi lovasaink mind ott vannak. Néhány lovasunk elérkezett ide, de a lovasságunk nagy része az íjászaikat szedi. Jó, úgy látom, hogy megtörtük őket. A lovasságunk szerintem jobban jártunk volna, hogyha nem az ellenség íjászaira összpontosítom be őket, hanem az itteni ütközetre, hogy így összeütköznek a gyalogságainkkal. Az a baj a lovassággal, hogy nincs egy olyan parancs, tudjátok, hogy ide gyere és itt támadj. Ha lenne egy ilyen, akkor berohamoznék velük az íjászokba. Ha ez mondjuk Total War lenne. Akkor berohamoznék az íjászaikra, és utána fognám, és hogy keresztül mennek rajta, úgy vinném tovább őket, hogy jöjjenek ide a főütközetre. És akkor az íjászokból megszedtek egy jó párat, és oké, utána kapják az íjászlövéseket, viszont egy jó erős rohamot beküldenek a gyalogságuknak is, akik szintén háttalálnak. Csak igen, tehát ezt hogy nyomod be a Bannerlord, vagy hogy nyomjam meg nekik, hogy jöjjenek erre felé, aztán így az utolsó pillanatban nyomom, hogy támadás. Legyen egy charge. Ez lehet, hogy működött volna. Meg vagyok lepődve, hogy... Mennyien voltak? 600-an, mi 400-an? Lehet, hogy jött erősítésük? Tehát azon meg vagyok lepődve, hogy mennyire a lovasság nem intézte el az íjászokat. Én azt hittem, hogy sokkal gyorsabban elveri őket. Az mit zuhantod, azt láttátok? Tetszik, hogy így visszaütögetnek még az ellenére is, hogy menekülnek. Mert itt vannak lándzsásaik, azért kérdezem, hogy jött-e erősítésük vajon. Mert ha jött, akkor a lovasságunk az erősítésükkel is foglalkozott, nem csak az íjászaikkal. Akkor meg tudom érteni, hogy miért nem végeztek velük. Psz, miért mellé ütött? Mint ha csak magamat láttam volna. Na jó van, mennyien vagytok még? 2 ember, na azért. Ha már így menekülnek az embereik, akkor igazán hagyhatna a játék, hogy tudjátok. Ó, vége van, az kész. 1 ember, jó, hát azt mondjuk mi lenne, hogyha autóba lenyomnánk. 3 darab fogoly. Az tök jó. Tele vagyunk foglyokkal, szóval ezt így mind nem fogjuk elvinni. Tik-tik-tik-tik. Így ne. Ó, mennyi emberünk fejlődött. Majd a békeidőbe kell egy olyat is csinálni, mert most már eléggé gyűlik a pénzünk, hogy veszek... Ott van 512 fő megint, csak le vagyunk sérülve. Veszek megint lovakat. Egyrészt veszünk ugye embereket, hogy felhozzuk a 300 fős limitünkre azt a mennyiségű katonát. Hogy állunk diplomáciában? 3360. 0% támogatással. Mi az, hogy 0% támogatással? Látjátok, hogy mennyien vannak? Az egy dolog, hogy oké, 16 főt tartok magamnál.
Tehát belőlük, de hogy így... Az, hogy 0% támogatás. A 3000, ez a 3000 mennyiség, ezzel már együtt tudok élni. 3300. Ha tudnánk még embereket szerezni, és rájuk rontani arra az 510 főre, ez tök jó lenne. Tudunk hívni még embereket? Ho, gyertek csak! Mennyi idő, míg ide értek vajon? Tök jó lenne, ha ide érnétek. Ott van G4 Armia. Csak nem elkezdi ostromolni, nem. Oké, előbb akkor beugrunk ide. Elkezdték ostromolni azt. Az tök jó lenne, hogyha azt visszaszereznénk magunknak. Mert látom, ugye itt van ez az erődünk. Így is, úgy is határosak vagyunk velük, szóval... Mindegy, akkor legalább már jobban néznek ki a határaink. Megint rossz oldalt próbálok visszarakni. Vagy rossz embereket. Tudom, hogy nagyon sokat érnének, viszont van egy olyan félelmem. Ha én azt nyomom, most elmentjük. Most jelenleg a diplomáciában 3130-at kéne fizetnünk. Most kiengedek mindenkit, kapunk 40 ezret. Ez tök jó. És fogjuk azt, mondjuk várunk itt egy kis időt. 3960. Azonnal elengedtük a prisonereket. Szóval értitek, emiatt nem éri meg elengedni őket, inkább jobb tartani magamnál. Se pénzért, se pedig kapcsolatért. Kapcsolatért jó lenne abból a szempontból, hogy legalább tudnék szerezni egy vlandiai vazallust előbb vagy utóbb. Kinézzünk egyet, hát ha van nálunk olyan, akit érdemes lehet majd magunkhoz szerezni. Vlandia, te a Daimerekhez tartozol, igen. Deity Hill, nekik van settlementjük. Inkább olyat kéne néznünk, akinek valószínűleg nincs, de valószínűleg mindenkinek van. Hát ez egyelőre jól alakul. Túl sok területe van Vlandiának, így mindenkinek vannak területei közülük. Ezek meg szerintem itt... Te is van, Diego, egy érdekes. Botheros klán. Hű, hát ő utál minket, mint a fene. Hát az igen szomorú. Őt nem is ismerjük. Nerik? Esetleg Nerik nálunk van? A Chaos of Western Empire. Hát még ő még csak nem is... Hát csak amúgy Boderónak nincsen területe. Számít az, hogy van-e területük, ha van területük, akkor nagyon nehezen lehet őket meggyőzni. Most nálunk vannak a foglyok. Most nálunk amúgy mindenki mást elengedtünk, jó. Egy trédet nyomjunk ide magunknak, illetve technikailag mondjuk még mindig háborúban vagyunk, szóval lehet ezeket nem adom el. Milyen zászlóink vannak? Melee damage, Truth movement speed 30%. Igen, ezt valaki mondta, hogy adjam oda a zászlókat azoknak, akik... Tehát adjam oda az embereimnek a zászlókat, csak az a helyzet, mindenkinek van. Egész jó. Te milyen fel... Te szimplán szerintem csak gyalogságban vagy, de nem te vezeted feltétlenül a gyalogságot. Increase melee damage. Tessék, mondjuk ez jobban néz ki, ezt csak azért cseréljük le, mert jobban néz ki. Zero the Accursed, ő az íjász, van íjászatosunk is. Igen, increase melee damage, ő az, aki vezeti a gyalogságunkat szerintem, de látjátok, neki is 10% plusz sebzés, és körbeértünk. Ez erről egy hosszú ideje szerintem nem volt szó, szóval nem meglepő, hogy nem tudtatok róla, de volt, aki írta, hogy ezeket osszam. Az jöhet. Hogy ezeket osztogassam ki, ezért nincsenek kiosztogatva, mert mindenkinél van egy. Na, nekik mehet, ki az, aki Kuzait Horseman és Imperial Equiter. Ők... Vajon a Kuzait Lancer az erősebb?
vagy ő birodalmi. Ők belőlük lesz a katafrattok. Oké, okay. Melvért mennyire erős? Tír 4, 27 védelemmel. Neki tír 5, 39 védelemmel. Lándzsa tír 2, 27 sebzéssel. Tír 2, 27 sebzés. Tír 3, 32 sebzés. És van egy kardja. Aha. Az Imperial Horse, Imperial Heavy Horseman, ők könnyebb páncélzat, erősebb fegyverek, viszont a kuzaitok meg erősebb páncélzat. Mindegy, mindkettőből fejlesztünk amúgy is. A Valandian Squire-t kellett volna. Ez kellett volna, mert az abból lesz a legerősebb lovas, a valandiai lovag. Na, amit meg akarok nézni, hogy akkor... Itt vannak? Igen, itt vannak. Jó. Ide megállunk szépen a közelbe. Tehát egy kis kohéziót azért még adunk magunknak. Bejött az 517 fő. Ezt megvárom, hogy kiostromolják. Aztán maximum utána elfoglaljuk tőlük. Szóval elverjük őket egy ütközetben még. És utána elfoglaljuk ezt az erődöt. És utána zárjuk le ezt a háborút. Ha minden jól megy, 3510-nél vagyunk. Jó. Kicsit szerzik vissza az erejüket, gondolom. Azért változik az, hogy mennyit fizetnek. Meg amint lesz, tehát azt is figyelembe veszi, hogy nekünk mennyi erődünk van, nekik mennyi erődük, szóval ahogy foglalnak mástól is vissza, az is számít. Tehát onnantól kezdve az is számít, viszont 655 emberünk van most. Úha. Hát ez... Ez itt vereség lesz Valandiának, én úgy látom. Megvárjuk, hogy bemenjenek, aztán támogatjuk őket. Így. Bemenjünk lenyomni ezt az ütközetet. Nyomjuk le, figyeljetek, nyomjuk le, bemegyünk. Szeretek úgy is hadonászni, meg lecsapni az embereket, meg minden hasonló. Amondó vagyok, úgy fogjuk csinálni, hogy mindenki followoljon engem. És csinálunk egy ilyen oldalfordulatra menetelős taktikát. Egyszerűen kimegyünk így oldalra. Az a szándékom, hogy tudjátok esetleg, hogyha beküldjük az embereinket, akkor így oldalról menjünk. Így, de lassan jöttek. Gyalogság, de lassú. Total War közben tudjátok, így felgyorsított sebességgel, ez az eleje azért kicsit izgalmasabb. Ezek az én lovasaim. Azt hittem, a szövetségesünk lovasai, de azok egy picivel arrébb vannak. Hopp, megtörtént az ütközetes dolog. Hát tudjátok, mit az íjászok, azok maradjanak itt. Úgy. Hát gyalogság mehet a charge. Azok lényegtelen. Lovassággal majd izgalmasabb lesz kicsit. Nem vágtam le senkit. Mit nyomtam? F1-et, mindegy, őket akarom. Most tudom, hol az ellenség. Olyan sokan vagyunk, hogy nem tudom, hogy hol vannak. Itt vannak így befogva. Tudjátok, melyik ütközetre emlékeztet? A Trónok harcában volt az az ütközet, amikor a Jon Snow az ilyen hullahegyen volt így rajta. Így konkrétan így bekerítették őket, és aztán így halomra gyilkolták le őket. Na, ugyanezt történik jelenleg a Vlandiai sereggel. Én nem mondom vagyok, ez a háború most a Vlandiaiaknak ez eléggé visszavesz a hatalmukból. Tehát ugye... Mi azért elég jól tudtuk tartani magunkat úgy, hogy ne foglaljanak területet közvetlenül azokból a területekből, amik,
amik a mieink voltak eddig, sőt, igazából mi foglaltunk tőlük területeket, és még el is vertük a katonáikat. Tehát nem is egyszer már elvertük a seregüket. Egyedül azt a 2000 főt nem kaptuk el, de szerintem az azóta szétment, és kisebb létszámokra bomlottak le. Most itt van még mindig 138 emberük. Ja, gondolkodtam azon, valaki írta, nem tudom, hogy erről tudtok-e hasonlóról, most akadt egy jó nagyot a játék. Lehetséges, hogy lehet beállításokban, nem beállításokban, hanem a játék fájlai között felülírni az 1000 fős létszámot. Ezt nem néztem utána, láttam a kommentet, és aztán gondolkodtam rajta, hogy majd ezt... milyen akadások vannak. Majd ezzel foglalkozunk később. Lehet, hogy majd feljebb viszem. Azon gondolkodom, hogy 2000-et lehet megpróbálok. Egy 2000 az nagyon kényelmes lenne. És ugye csak akkor számítana technikailag, amikor ténylegesen két nagyon nagy sereg ütközik össze. De inkább lejjebb veszem a grafikát, hogyha nem bírja a gép, és inkább legyen 2000 fő ténylegesen a mappon. Az a baj, hogy nem a videókártya az, ami szerintem nem fogja bírni, hanem a motor és a processzor. Szerintem ez a kettő az, ami inkább problémás lesz. Tehát a motor amiatt, mert nem tudja kihasználni a processzort annyira, hogy megfelelően tudjátok használni az erejét. A processzor meg amiatt, mert az amennyire ki tudja használni, ez meg nem elegendő ahhoz, hogy futtassa. Oho, Normund, üdvözlet. You are my prisoner. Illetve egy csomó embered is. Mindenki, konkrétan, így utólag belegondolva. Hát sajnos ez nem lesz a miénk. Viszont, hogy állunk? 3000. Ezt lehet, hogy még lejjebb tudjuk vinni. Ezt valószínűleg lejjebb tudjuk még vinni. Megyünk arra az erődre megint ostromolni. Viszont remélem jól szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Írjátok le a komment szekcióba, hogy mit gondoltok arról, hogy szerintem így a Warbandban jobban összerakott, érdekesebben, meg így játékra, játékmechanikailag jobban összerakott királyságok voltak, mint itt. Itt kevésbé érzem úgy, hogy eltérnének egy fix pontban sokkal, tehát hogy hogyan fogalmazzak, mit tudom én, itt például a legerősebb lovasságok közül az Imperial, a birodalmi lovas is nagyon erős, a birodalmi nehéz lovasság, a vlandiai nehéz lovasság és a kuzait nehéz lovasság is nagyon erős, és az első helyért igencsak meg tudnak küzdeni egymás között, valószínűleg egyébként a vlandiai a legerősebb, de ettől függetlenül értitek, nem úgy van, mint... Legalábbis én úgy tudom, hogy a Warbandban így volt, hogy elég fixen megvolt az, hogy melyik a legerősebb nehéz lovas, melyik a legerősebb íjász, melyik a legerősebb, nem is tudom, lovas íjász, értitek? Írjatok ehhez a komment szekcióba. Illetve ha tetszenek a videók, gondolkozzatok el azon, hogy támogassátok a csatornát. Az én pénzügyi bevételeim, az 100%-ban a YouTube-ból, a Twitch-ből, meg az ilyenekből működik. Én nem dolgozok semmi mást jelenleg ezen kívül. Egy olyan helyzetben vagyok, hogy ezt megtehetem, és minden ilyen támogatást azt nagyon szépen köszönök. Amúgy megfigyeljetek, hogyha nem tudjátok megtenni, mert tudom, hogy milyen az országban a helyzet, meg így a világon a helyzet jóformán, akkor ne csüggedjetek miatta, élvezzétek a videót, azért készítem, hogy nézzétek. Sziasztok!